Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a zen elvonulás darma beszédén. Megköszönöm Réka bevezetőjét, ami rendkívül óvatos volt, és egyszerre volt belül egy terapeuta és egy bóthiszatva, és mind a kettőnek stimmelnie kellett. Nehéz ám ez így. Egyik azt mondja, eredetileg nincs éned. Másik azt mondja, vigyázzál, ez te vagy. Ilyennek születtél, és a gyerekkorod is ilyen volt. Egyszer csak kiderül, hogy ha a tudat általi teremtettséget mellé tesszük az Isten általi teremtettséghez, akkor nagyon érdekes párhuzamokra jutunk. Ezeket én most nem mondom el. Sokkal inkább a ti kérdéseitekből szeretnék építkezni, és ha van erre vagy másra vonatkozó, akkor azt kérlek tegyétek fel. Most a két, a két vonal nem volt számomra teljesen egyértelmű, hogy lehet ezeket egyszerre, vagy célszerű külön-külön. Nekem ez, ez, kifejezetten foglalkoztat, hogy van-e értelme külön-külön kezelni a két dolgot, hogyha valaki ezt is és azt is keresi, akkor hogy a terapeutához is elmegy, meg a zent is próbálja gyakorolni, akkor hol Ugyanazon a napon ne csinálja mind a kettőt. Tehát ne keverjük, nézd meg, a kelet azzal indít, hogy az éned illúzió nyugat, az énet traumatizált. És akkor foglalkozunk a traumákkal, úgy, hogy közben azonosulunk valamivel, amely a kelet szerint illúzió. Tehát ha egyszerre csinálnánk a kettőt, az nem a legjobb. Tehát kell valaki, aki mondjuk mind a kettőt érti, mint tanító vagy terapeuta, és akkor lehet vele mind a kettőt csinálni. Ha csak az egyikhez ért, akkor azt kell. Teraphoz, terápiára, zentanítóhoz, interjúra, gyakorlatra és egyéb ilyen közérzetjavító tevékenységekre. És nem kell ezt egyszerre. Én azt gondolom, hogy a kettő kiegészítheti egymást, a nyugat nagyon jól artikulál. Tehát iszonyúan jól tudjuk azonosítani a karmát. Rálátsz, megfogalmazod, összefüggéseiben látod, a kelet viszont nagyon jó abban, hogy hogyan lehet tőle megszabadulni. A nyugat elképesztő hálózatot dolgozott ö, ki a különböző terápiás módszerekre. Tehát Bécsi 1, 2, 3, 4, Amerika, Európa, amit akarsz, minden van, hogy te hogyan gyúrjad újra az egyéniségedet. Hogyan legyél te jobb ember, jobb férj, jobb apa, jobb anya, jobb feleség, stb. De ezt a nyugat nem ismeri, és nem is tanítja amíg azonosulsz a karmáddal, addig a traumád újra termelődik. Tehát, amíg nem látjuk be azt, hogy minden karmád mulandó, elégtelen vagy tökéletlen, és más karmáktól függő, tehát önálló elszigetelt léte nincs, addig újra fogjuk termelni ezt, mert a nézet helytelen. Az azonosság tudatban még mindig ott van az a szennyeződés, hogy azonosítom magam valamivel, amit láttam, hallottam, gondoltam, ízleltem, tapintottam, éreztem, és a többi. A nyugat szempontjából az egész keleti illúziótan félelmetes, mert hogyha én is illúzió vagyok, akkor hol vagyok? Ki vagyok? Mi vagyok? stb. Kelet ránéz a nyugatra, és azt mondja, hogy struktúra az van, út az van, de megszabadulás az nincs. Kelet pedig azt mondja, hogy indítsunk a csoporttól, indítsunk a tudat teremtő erejétől, és az egyén az egy következmény. Nyugaton az egyén az első. Van egy nagy egyénünk odafönt, azzal birkózzunk már, mint ugye Isten kép több ezer éve. Három nagy ízváltozat van, és azon belül további variációk, és egyik sem tűnik igazából működőképesnek. Ha működne, akkor az elmúlt száz év így Európában nem így nézett volna ki. Jó? Alsó hangon. Az az előtti ezzel se volt éppen piskóta. Tehát ha ránézel, mind a két paradigma tud valamit, és hogyha te rendesen gyakorolsz, akkor mind a kettőből tudsz meríteni. Tehát a legjobb terap az benned van, az úgy hívják, hogy a buddha természeted. De mivel az nem tiszta, az elején, nézd meg a tízbika történetet, ezért valamikor külső tanítóra vagy terapeutára van szükséged. Itt pedig a terap annyiban tud neked segíteni, amennyiben tisztán, együttérzően és bölcsen lát téged. Annál tovább nem tud menni. És a hát a legszomorúbb, amikor a terap ugye belekeveri a saját karmáját a terápiába, és akkor aztán nagyon sok a homokszem a Úgyhogy mind a kettőben hatalmas lehetőség van, és egyik sem teszi Megkerülhetővé az egyén által elvégzett munkát. Akkor, akkor én ebből azt a következtetést vonom le, szárazon, hogy meg kell ismerni a nyugatit, és aztán a keletivel kell gyógyítani? Ne ezt vond le, mert akkor agyonvágnak a terapeuták. Az nem jó. Azért az mondtam, hogy a saját következtetés. Azt a következtetést vond le, hogy amilyen mértékben őszinte vagy önmagadhoz, olyan mértékben tudod megoldani a problémáidat. Inkább. Köszönöm. Szívesen. Ak akkor, ha már Koan interjú, minek a fokmérője pontosan ez? Ati. A Koan interjú. Hány interjún voltál eddig? Hát sok, elég, nem elég. Ha sok interjún voltál, akkor még miért fokmérőzöl itt nekem? Akkor másképp teszem fel a kérdést. Reménykedjünk, szólj mitől vagyok, vagy leszek biztosabban, hogy begyűrözött az életemben már a gyakorlás, és az biztos, hogy az. Ha begyűrűzik az életedbe a gyakorlás, akkor valamit nem láttál meg. Eredeti természetünk és a gyakorlás pontosan ugyanaz. Azt figyeld meg, ahogy a karma kigyűrűzik belőled. Azt kéne. És hogyha már másképp beszélsz, másképp gondolkodsz, másképp cselekszel, másképp érzel, akkor van bizonyos fejlődés. Hatodik pátriárka. Eredetileg nincs semmi. Mindent mi teremtünk úgy, ahogy van az összes érzékszervünkkel és belső berendezéseinkkel. Tehát ne ellenőrizgessük a gyakorlat jövését és menését, csináljuk. És amikor csinálod, akkor észreveszed azt, hogy már nem tudnak úgy bepördíteni, provokálni, feldühíteni, mint korábban. Másképp reagálod le a kihívást. Észreveszed, hogy két évvel ezelőtt vissza kellett fognod magadat, hogy ne vert pofán, és most pedig rá tudtál mosolyogni szívből, és meglep. Na, amikor a karma egy kigyűrűzik, az a jó. A pszichológia és a zennek a Összekapcsolódásánál egy jó ismerősömtől kaptam meg azt a mondatot, hogy mm, rossz sorrendbe csináltad, ugyanis először tedd rendbe magad, miután pszichoterápiával minden helyre jött, utána lehet elkezdeni meditálni. Erről szeretném, hogyha reflektálnál erre a mondatra. Nincs előre megírt sorrend. Attól függ, hogy éppen akkor mi segít. Tehát, hogyha épp akkor neked pszichoterápia segít, akkor azt kell csinálni. Ha pedig zenmeditáció segít, akkor meg azt és ember legyen a talpán, aki ezt először tudja, hogy neki mi kell. Általában, ha van valami nagyon mély megoldatlansága, a problémája, a válsághelyzete, akkor aki a környezetében épp elérhető, azt megragadja, hogy ha terap van közelebb, akkor oda. Ha zenmester van közelebb, akkor azt. És akkor old meg a problémámat. És mind a két fél, ugye, terap és zenmester, más módon, de ugyanazt mondja, hogy nem fogom helyetted megcsinálni csak az egyik lassabban, a másik gyorsabban. Az egyik bottal, a másik átgyal. Hát ugye a kényelmi szintek mások. Vagy szék, vagy pamlag. Teljesen mindegy, hogy melyikkel kezded. Most azért a világ már eléggé szélesre nyílt, hogy a másikat is megtaláld. És előbb-utóbb észrevesszük a, az adott terápiás stílus per az adott hagyományvonal hiányosságait. És ezek a mi hiányosságaink. Tehát minden hagyományvonal teljes? Minden megalapozott, bejáratott terápiás vonallal jó eredményeket lehet elérni? Az igazi kérdés az, hogy hogyan tudod megtartani a megváltozott, helyes irányba menő személyiséget az úton. És ehhez meg kell látni, hogy miből vagyunk összerakva, hogy építjük fel magunkat, és milyen hatással vagyunk egymásra. Tehát az, hogy az énség eredetileg nem létezik, hogy az egoitás illúzió az nem jelenti azt, hogy nem kell egy működőképes személyiség, aki egyenesen néz előre, és tud gondolkodni, és van érzelmi intelligenciája, és egyszerűen tisztán cselekszik. Tehát ekkor, hogyha meglátod, hogy a személyiség az egy szükséges emberi velejárója a létezésnek, személyiségnek, hogy nem élünk, a az szükségtelen. Tehát amikor a kettőt megtanulod megkülönböztetni, az egy nagyon-nagyon nagy lépés. És amikor azt látod, hogy minden karma, beleértve a legszörnyűbb traumát és a legkitörőbb örömöt, az is mulandó, függő és tökéletlen, akkor látod azt, hogy miért kell energiát tenni a kapcsolatokba, miért kell energiát tenni belső minőségekbe. Mert csak azáltal tartható fent. Ha ezt az energiát nem fejtjük ki, akkor az a kapcsolat elmúlik, leromlik, minőségtelenné válik. Vagy egy spirituális út elvallásosodik, formalizálódik, dogmatizálódik, és akkor ráláthatsz, hogy nem tettél bele energiát, csak ismételtél valamit. Jó kapcsolat, ugye? Minden este hazamész időre? Ha nem, virágot is kell hozni. Minden nap bemész a templomba, vagy a darmaterembe, vagy a mecsetbe, ugye? És az adott leborulást, éneklést, imát hasonlót elvégzed. Ettől te nem leszel jobb ember szükségszerűen. Ha azt a lelkiséget kitisztítod, amit magaddal hoztál, azt a szellemiséget, azt a tudatosságot eléred, amely az egész javulásnak, világosodásnak a feltétele, akkor működik. Tehát ezért mondtam, hogy nélküled nem megy. Ha normális terapra akadsz, akkor azt mondja, hogy nem fogom helyetted megoldani, de megmutatom az utat, és szépen ki is pányvázzuk. Zenmesterben, zen tanítóban ugyanez, csak ott nagyon hamar. Tehát ott pillanatokat kiderül, hogy mi az, amivel érdemes kezdeni, és a meghaladás ott az első zenkör, 180 fok, és a meghaladó tudat egy más nézőpontból kezdi el javítani a problémát. Tehát nem mindegy, hogy légierő vagy utcai harc. Nagyon nem mindegy. De a harcot meg kell vívni. Többször beszéltél a nyugat és a kelet kultúrájának a közösséghez való viszonyáról. Engem az érdekelne, hogy ugye a, a kelet egy sokkal elfogadóbb, a nyugat egy úgymond éncentrikusabb. Beszéltél a nyugatnak a veszélyeiről. És hogy a keleti ö, kultúrában milyen veszélyek rejlenek, ez milyen viszonyban van a kultúrának a, a, a kelet-nyugat kérdéssel. Egy, egy társadalomban a túlzott elfogadásnak vannak-e veszélyei, vannak-e kulturális veszélyei? Van, de ilyen társadalmat még nem láttam, hogy túlságosan elfogadó lenne. Nyugaton, az elfogadás az alapvetően kognitív alapú, keleten még mindig inkább érzelmi alapú. Keleten a csoportból következik, hogy egy csoport része vagy, nyugaton azért, mert neked, mint egyén jogaid vannak, és így vesznek először tudomásul. Keleten sokkal nehezebb bekerülni a csoportba, sokkal később érzed azt, hogy elfogadtak és szerves részévé váltál a környezetnek és az ottani társadalomnak. De amikor ott vagy, akkor már tényleg azt érzed, hogy igen, lehet, hogy én vagyok az utolsó teástárca vívő a törzsben, de a törzsben tag vagyok, ott vagyok, elfogadtak. Ez lehet, hogy egy év, két év. Nyugaton, azon nyomban, hogyha téged megismertek, kicsit lekádereztek, ki vagy, honnan jött és a többi, az egyéni szempontok alapján elfogadnak, de érzelmileg nagyon-nagyon lassan soha nincs az, hogy úgy beszervültél, nem kialakultak a helyes társadalmi viszonyok, vagy a csoportban azok a kapcsolatok, amelyek számodra fontosak. Az az egyetlen veszély, hogy te saját magadat úgy elfogadod, ahogy vagy. És akkor beleülsz a karmádba, és várod a kényelmes karosszékből, hogy a világ olyan legyen, amilyennek te szeretnéd. Ez az egyetlen egy veszély. Egyik társadalmi környezet sem túlságosan elfogadó, a viszont választ, az ellentetjét érdemes megnézni, hogy hol szakad el a cérna. Nyugaton sokkal hamarabb elszakad a cérna, viszont sokkal enyhébben. Erősebb a kritikai gondolkodás, erősebb a reaktív gondolkodás, hamarabb megmondják neked, hogy hosszú a szakálod. nem fésüködtél meg, stb. stb. Így. Keleten az ilyesmikkel nem foglalkoznak, hogy egy másik emberrel milyen kapcsolatod van, sokkal inkább, hogyan érinti a te személyiséged, a környezetedet. És nagyon sokáig csak figyelnek. Viszont ha elszakad a cérna, akkor hatalmas nagy üvöltözés van. De ez a repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg, itt hogyan talál meg. Hát, keleten sokkal később fogy el a tűröm fű, viszont azt a nem szabad megvárni, és néha éreztetik finoman, hogy feszül a húr. Én azt gondolom, hogy minden ember esetében és minden kapcsolat esetében megvan az a konfliktus pont, ahol éreztetni kell az illetővel, hogy baj van, és ne tetézze. És legyen szíves nem csak magának élni, nem csak önző módon gondolkodni, érezni, elsajátítani. És akkor segítünk egymásnak haladni az úton. Amikor elszakad a cérn, akkor nagyon sok minden kitör, és a legnagyobb probléma ilyenkor a dű. Tehát dűvel és dűből nem lehet tanítani. Senkit. Se családban, se iskolában, se templomban, se színházban, se nyilvános házban, se sehol. Akkor, amikor ez a falangsz vagy tankszerű dűenergia előre megy, ösztönzően mindenki védekező állásba húzódik, vagy elrohan, elmenekül. Egy része harcol. Az igazi kérdés az, hogy hogyan nem válsz te azzal a karmává, amitől félsz. Ugyanis a félelem vonza a tárgyát. Azt megértjük, hogy a vágy vonza a tárgyát. Sőt, szeretnénk, hogyha a vágyunk tárgya lakáskocsi, nyaralás, stb. Minél hamarabb bekövetkezne anyagi biztonság, társadalmi, stb. stb. De azt nagyon kevesen értjük, hogy a félelem is vonza a tárgyát, és hogyha te nagyon félsz, és nagyon intoleráns vagy, és nagyon bebástyázod magad, akkor amitől félsz, és amit el akarsz kerülni, ugyanolyan erővel közeledik, mint ha vágynál rá. Ezt a kelet jobban tudja. Ott a nézet nem dualisztikus alapú. Nyugat sokkal duálisabb. Mind a két alapon nagyon intelligens rendszereket és nézeteket létre lehet hozni, de amíg az alapot nem tisztáztuk le, addig ezek instabilak. Keleten beszélnek az egységről, de nagyon kevesen élik meg. Nyugaton rengeteget elemeznek, rengeteg struktúrát építenek, de hogy mi az, ami ezt valójában felépíti, azzal nincsenek tisztában. Tehát ha dualisztikus a tudat, mi az alapja? Ha egységszemléletű a tudat, mi az alapja? Honnan jönnek ezek? Köszönöm. Egyéb kérdés? Ha ennyire jól lehetne kombinálni ezt a két verziót, amit itt most elmondtál, akkor miért nem történik meg? Szerintem túl jó lenne. És az kinek baj? Neked. Tehát, hogyha kombinálnánk, akkor valami teljesen más történne, mint eddig, és ez a semmi baj nem lenne meg kell találni az embert, aki ezt kombinálja. Eddig nagyon kevés volt, szerintem kevés is lesz. Önmagában egy kidolgozott nyugati terapeuta szemléletet szerintem tíz évnél előbb nem lehet elérni. Ugyanez keletán. Tehát ha te meditálsz, gyakorolsz, beleérzel, csinálod, tíz év előtt nem lehet beszélni bármiféle lényeges változásról, és az is csak akkor, hogyha volt egy jó tanítód és egy jó hagyományvonalad, Nyugaton pedig merem mondani, hogy ha nincs egy jó szupervázorod és egy nagyon jó pszichológiaiskolád, iskolád, akkor ugyanúgy reménytelen a dolog. Én már tovább léptem ezen a personális kérdésen. Én úgy értettem teljesen, hogy a társadalmak közötti nézeteltérések, a társadalmakon a belüli nézeteltérések, feszültségpontok egyenlítődhetnének ki, hogyha két dogma, mondjuk, hogy két irányzat direkt javítottam a dogmát, ha ők találkoznának, tehát magyarul mi itt, aki benne vagyunk a nyugatba, és az zent keressük, akkor lehet, hogy pont mi lennénk azok, akik igazán jól tudnánk kombinálni a két dolgot társadalmi szinten, és akkor, akkor ezt tudná kiegyenlíteni az egyik hiányát a másik hiányával, és akkor így a két irányzat együtt már egészen... Szerintem két hatalmas lépést tettél a kombináció megvalósítása és manifestálása felé. Első lépés Borika megjelent, másik Barnabás megjelent, hogy a harmadik gyereketeket hogy fogják hívni, azt nem tudom, de ő is egy hatalmas példája lesz ennek. És a természetes alapú fúziós reaktorokból új és új generációk fognak megjelenni, ahol anyuka és apuka szemlélete neveli az újabb gyermekpalántákat. És amikor a gyermekek ugye taníthatóvá válnak nem csak a család, hanem úgy a társadalom egyéb csoportjai által, akkor szerintem ebben a globális faluban mindent meg fognak ismerni, ami érdekli őket, és előbb-utóbb olyan válaszokat keresnek, amelyek valós megoldást jelentenek a problémáikra. Úgyhogy ez szerintem elképesztő sebességgel valósul meg, de nincs formalizálva. Nincsen felcímkézve, nincsen szerencsére mozgalmi öltönybe öltöztetve, nem látsz meneteket, például a kelet és nyugat harmonizációs menete az utcán. Szerencsére nincs ilyen. Jó? Úgyhogy ez szerintem az emberek természetes egyed- és családi- és társadalmi fejlődésével együtt zajlik. Rendben, akkor fogunk ezen dolgozni. Köszönöm. Azt szeretném kérdezni, hogyha beszélnél a mi ez kérdésről, pontosabban, hogy miért a mi ez, és miért nem ki ez, vagy hogy ki vagyok én? Honnan jön a kérdésed? Nem tudom. Ezért nem mondjuk azt, hogy ki ez. A nem tudomhoz a mi ez sokkal jobban passzol. Ugyanis a legelső, ami el fog foszlani a meditációban, az, az a féltve őrzött önkép, akit te ide behoztál. Kiderül, hogy nem az vagy, akinek hiszed magad. Még kevésbé vagy az, akinek a társadalom bizonyos tagjai ugye, beállítanak téged. Aki, az már egy termék. A mi az a forrás, az a nyersanyag. Hogyha azt mondod, hogy mi ez, akkor nincs egy újabb önkép, amit eke szépen tenni az útból. Hogyha ki ez, vagy a, a legrosszabb ez a ki vagyok én, két probléma van vele, a ki meg az én. Más probléma nincs. És éppen ezért ez a mi ez kérdés, ez a, hosszabban úgy hangzott, hogy mi az eredeti arcod, azaz mi az igazi önvalód. A még hosszabb változat ennek a kérdésnek az, hogy amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? És ez történelmi kontextusban Neng-től, a hatodik pátriárkától származik, akit halára üldözött egy túlambiciózus szerzetes, mert el akarta tőle venni a buddha és kassáját, amely a darma átadásának, a mesterfoknak a jele volt. És amikor utolért ez az üldöző, akkor a hatodik pátriárka így letette a sziklára ezt a két tárgyat, elbújt, és várt. És a legenda szerint, ahogy ez az ambíciózus szerzetes meg akarta kaparintani ezeket a tárgyakat, azok nem mozdultak, mintha össze lettek volna nőve a sziklával. És akkor megijedt az ambíciózus szerzetes, és azt mondta, fiatalabb testvérem, gyere elő, nem bántalak. És akkor előjött a hatodik pátriárka, az üldöző leborult előtt, és azt mondja, hogy kérlek, taníts, mert látta, hogy hát az ő hordoz valamit, ami úgy nem hétköznapi. És ekkor ezt a kérdést föltette neki a hatodik pátriárka, aki később a Huang hegyen gyakorolt, amely kóreül csógje, és a mi rendünk, a csógje rend, arról a hegyről vette a nevét, ahol Hui Neng, a hatodik pátriárka gyakorolt, és ezért a rendnek a fő meditációs tanítása, amelyről szemináriumokat, előadásokat rendeznek, és könyveket írnak, és stb., az pontosan ez a mi ez kérdés. Tehát mi ez, ami lát a szemeddel, hall a füleddel, érez a szíveddel, gondolkodik az elméddel, mozog a testtel, mi ez? És kivettem belőle a legnagyobb illúziót a kit, meg az ént, meg az, hogy vagyok. És így minden rendben van. Úgyhogy dolgozz a kérdéssel, ezt hadúnak hívják, amit úgy hívnak, hogy a jelenségek gyökere, szó szerint a feje, az eredete. És a haduval sokféleképpen lehet dolgozni, az egyik az, amikor elismétled, mondjuk minden belégzésre, és kilégzésre hagyod, hogy a tudat feldobja azt, amit éppen gondol vagy érez, és ezt hagyod elismenni. Ez az úgynevezett Explicit kérdéssel dolgozó, alanyi irányultságú vadó. Azért, mert az igazi önvaló tapasztalatára irányul. Ha ezt csinálod egy jó darabig, egy-két-három év, attól függ, hogy mennyire ragaszkodsz a gondolkodáshoz, a szóbeliség el tud tűnni, de a kérdés megmarad. Tehát mondhatod egy ideig, hogy egyenesen, 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 aztán már ennyi is elég. És a tudat megcsinálja, nem csak ott ül, és gondolkodik ezer felé, hanem nincs verbalitás, nem teszed fel a kérdést, de annyira benned van, hogy már megtörténik szóbeliség nélkül is. A harmadik az úgynevezett tárgyas kérdés. Tehát amikor mondjuk egy rusnya nagy karma jelenik meg a lélek tükrében, a saját személyes dinoszauruszod a múltból, vagy a félelem denevérjei a jövőből, akkor ráirányíthatod a kérdést, hogy mi ez. Tehát tárgyas lesz. És akkor a karma kirajzolja a körvonalait. Kirajzolja azt, hogy miből ered, és mit eredeztet, miből táplálkozik, és mit táplál. És hogyha az alanyi vadút nagyon jól gyakoroltad, akkor a tárgyasnál megállod azt, hogy elemezd. Nem fogod elemezni. Engeded, hogy az elméd és az érzelmi intelligenciád saját magától megoldja. Tehát nincs tudatos gondolkodás, nincs tudatos elemzés, nincs paradigma, de van egy olyan feltáró folyamat, amelyet a karma természetes tisztulásának szeretnék beállítani, mert az éberség fényében ez bekövetkezik. Alap dolog, hogy nincs dualista viszonyod a karmádhoz, tehát nem harcolsz vele, és nem menekülsz el tőle. Látod, és a látás, a megszabadulás kezdete nem a vége, a kezdete. A vége az, amikor már látni se kell, mert nincs mit. És van a negyedik, az pedig a kérdés nélküli tárgyas Amikor olyan gyors a folyamat, hogy nem kell föltenni a kérdést, hogy mi ez, az éberség tüzében már a tudattárgya ellobban. Tehát így van a négyféle kérdés alanyi és tárgyas, verbális és nonverbális. És ezzel azért elég messzire tudsz menni. És ez a no nonverbális, ezt nem igazán értem. Köszönöm szépen. Szívesen. Ha eredetileg semmi sincsen, akkor hogyan ébredhetünk rá? Milyen színű az ég? Kék. Így. Ne ragaszkodj a tanítás verbális gondolati részéhez. Az, hogy eredetileg semmi sincs, az azt jelenti, hogy eredetileg ez a mondat sincs. És akkor tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán szagolsz, tapintasz, ízlesz, gondolkodsz, beszélsz, cselekszel. De ha ragaszkodsz a tiszta tükör ürességéhez, mindent elveszítesz. És akkor egyszer csak megkezd hogy Jaj, jaj, mi történik velem? Semmi más nem történik veled, mint amit magaddal csinálsz. Ezért kell nagyon óvatosnak lenni, és nem robotembernek, mert akkor a spiritualitásból elkerülhetetlenül dogmákat gyártunk. Saját magunk. Senki nem erőszakolja rád. Csak elkezdünk ragaszkodni a formához, a gondolathoz, és azt várjuk, hogy abban lesz a megjósolhatóság az az elmélet, amiből a gyakorlat igazán következik, ez egy olyan jó mondás volt. Na, innentől kezdve egyenes az út a pokolba. Ilyenkor jusson eszedbe az a régi indiai mese, hogy volt egy nagyon gazdag ember, aki feltette a vagyonát, hát át is váltotta aranyra. És utazott, és az aranyat bevarta a kabátjába. Át kellett kelni egy folyón felszállt ő is a révre, mint bárki más, és egyszer csak egy hatalmas szél kerekedett, óriási hullámok támadtak, és a rév felborult. És ahogy a kompról mindenki a vízbe esett, az emberek kétségbe esetten elkezdtek úszni az életükért, és ez az ember tudott úszni, csak az arany lehúzta. És érezte, hogy nem tud kiúszni kabátban, nem tudja az aranyát megmenteni, és akkor el kellett döntenie, hogy vagy az aranyhoz ragaszkodik és megfullad, vagy pedig leveti a kabátot, az aranyat veszni hagyja, és kiúszik a partra. Úgyhogy az okos gondolkodás az ugyanilyen. Hogyha bevarod a kabátodba, mert ez az én zenem, az én gondolatom, az én kis buddhizmusom, akkor elképesztő gyorsan lehúz, és mivel ragaszkodsz a gondolkodáshoz, pillanatok alatt pokollá teszi az életet. És ha nem, akkor segít. És akkor átjutsz a túlsó partra. És én szeretném úgy befejezni a mesét, hogy az ember úgy döntött, hogy igen, kiúszik a partra egy szápolóban, gatyában elvesztve a kabátját, és ahogy kiúszik a partra, ott áll az arany halomban. Tehát amikor a valóságot kapod az illúziók helyett, amikor a szabadságot kapod a kötöttségek helyett, nem látod azt, hogy mi van pontosan a túlsó parton. De egy teljesen más szemlélet vár, sokkal egyszerűbb, sokkal tisztább, és valahol sokkal gazdagabb. De ezt nem lehet előre megmondani, sőt, nem szabad megígérni, mert ha ezt tennénk, akkor akik úsznak az életükért és küzdenek a hullámokkal, azok visszaszólnának, hogy. Te nem ezt ígérted, azt ígérted, hogy ott vár az aranya a parton. Tehát ezért nem ígérgetünk. De aki gyakorol, az tapasztalja a darmának a jótéteményeit, az ösvény áldásait. Csak nem rögtön. Okay. Előbb mondtad, hogy nem lenne jó dolog, hogyha a kelet és nyugat eszközeinek egyesítéséért való utcai harcosok vonulnának az utcákon. Nekem ehhez kapcsolódna azt hiszem a kérdésem. A, 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 méghozzá olyan módon, hogy azt gondolom, hogy a spirituális fejlődéssel együtt kell, hogy járjon az is, hogy a társadalmi igazságtalanságokra is jobban rálátunk, tehát nem csak a saját egyénünk, egyéniségünkre. És azt szeretném megkérdezni, hogy. hogy Mit tehet az ember, tehát hogy nem lehet mondjuk zenbutista aktivistákat látni az utcákon? Szerencsére. Azt tehát, hogy ennek a két dolognak a viszonya hogyan működhet olyan módon, hogy ezek a társadalmi igazságtalanságok mondjuk, tehát mit tettünk mi azért, hogy ezek minél inkább csökkenjenek? Viki, miért tud egyetlen neutrino átmenni a 10 méter vastag falon? Mert annyira pici, annyira gyors, és annyira tudja, hogy hova megy. Tehát az egyén nagyon pici a társadalom egészéhez képest. Az intézményrendszer ólón falát csak egy nagyon világos neutrinó nyalábban lehet úgy átütni, hogy téged az nem vesz észre, és nem kezd ellened harcolni. És ez nem más, mint a szemlélet, viszonyulás, cselekvés. Tehát más szemlélettel, más tudatossággal kell élnünk, és ezt a fajta szellemi fejlődést kell a mindennapi életben manifestálnunk, és ez át fogja adni ezt a minőséget az embereknek. Még az intézményrendszerekben is. Tudom, hogy ez nagyon nehéz folyamat. Mostanában, amikor a pénz és a hatalom ilyen elképesztően összefonódott, és tényleg ugye az érem két oldala, a fej és az írás, de mégis van egy olyasféle hatás, sőt egy olyasféle folyamat, hogy az emberek szeretnének boldogabban, kevesebb szenvedéssel élni. És felteszik azokat a kérdéseket, amelyek természetszerűen az útra bocsátják őket. És az úton találkozunk, a darma termekben találkozunk, a megvilágosodás útján együtt megyünk. És innentől kezdve találkozol azokkal a természetes kapcsolatokkal, akik megértenek, sőt értékelnek, és tanulnak tőled. Nem látok más lehetőséget, hogy akár ideológiai alapon, vagy gazdasági kényszerrel ezt az egészet rövid vagy középtávon javítani lehetne. Mert pontosan úgy működnék ezzel a javító szándékkal, mint a rendszer maga. És másképp kell működnöm ahhoz, hogy javíthassak rajta. Ahhoz magamat kell megjavítanom először. És ennek a manifestálása egy teljesen természetes, folyamat kell, hogy legyen, nagyjából annyira láthatatlan, mint hogy a neutrino átmegy a 10 méter vastag falon. De nagyon jelenvaló, és nagyon jól működő. Ne a számokban és a külső eredményekben keres menedéket, mert ott nem lesz. Hanem van egy olyasféle minőség, amely megjelenik, mint a búvópatak. Mindig hallod a hangját, de csak néha látod a vizét. Jó? Köszönöm. Szívesen. Ha ho hozok végre egy döntést, akkor azt honnan tudom, hogy most uh, racionalizáltam az érzelmeimet, vagy észérveket, uh, észérvek alapján döntöttem, és ezt fölpújítottam a szívemmel, és mindez karma, vagy végre egy intuíció, amit illene követnem. Hogyha az intuíció felmerül, mint kérdést, azt hozd el ide a zen templomban, minden más ez a barátnődre tartozik. <laughs> túl megmondja. Azon nyomban, hogy az érzelmeidet helyesen fejezed ki, azt is viszonozza. Úgyhogy ilyen szempontból az emberi kapcsolat az egyik legjobb tanító mester. Aztán, hogyha meg akarod haladni ezt az egészet és rálátni, akkor gyere el nyugodtan ide. Azt szeretném kérdezni, hogy a, a megoldása közben Minél őszintébb vagyok magamhoz, annál erősebb az önvád és annál érdekesebb félelmek jelennek meg, hogy, hogy meddig van az, hogy az önvád mindig roncsolóan lehet, vagy vagy pedig az építő is lehet. Az önvád az mióta tart? Amikor minél őszintébb az ember magához. Felteszem minél, a kérdést minél, újra. Minél mélyebben, minél mélyebben megy. Ezt hallottam. Időhatározót szeretnék. Tehát, mióta tart az önvád? Hogy látod? Hónapok, évek, napok, hetek. Hónapok. Akkor jó hírem van, előbb-utóbb eljutsz a tárgyalási szakaszba. Tehát, amikor a vádemelés megtörténik, akkor előbb-utóbb a tárgyalási szakasz következik. És ekkor a legnagyobb feladat az, hogy te ítéletmentesen viszonyulj saját magadhoz. Tehát elképesztő, hogy mit tudunk csinálni a karmánk és hány önképet legyártunk, és az egyik önkép utálja a másikat, vádolja a másikat, szereti a másikat, és így, mint a flippergép, az, a kis golyócskával állandóan játszadozunk. Uh -huh. És csörög, és számlál, és világít, és berreg, minden csinál, csak nem működik rendesen. Én azt javaslom, hogy láss rá, hogy mi ez, honnan jön, és szüntesd meg az ítéletalkotást. És akkor megjelenik a helyes megkülönböztetés. Mert a megkülönböztető tudatnak a túlhajtása vagy pótcselekvése az ítéletalkotás. Tehát az önvádból még semmi megoldás nem született, de az, hogy meglátod azt, hogy hol hibáztál, és azt javítod, az nagyon fontos. Köszönöm. Szívesen. Az a kérdésem, hogy hogy lehet a pillanatban örökké megmaradni? Sehogy. Ebben a testben ezzel a léleket csak a halálodig létezel, utána egy hatalmas kérdője, filmszakadás. Ha csak életed végig megmaradsz ebben a pillanatban, az bőven elég, az úgy jó. Nem lenne ez elégséges? De. Akkor dolgozzunk ezen. Nagyon szívesen. Az előbbben mondtad, hogy a félelmekkel bizonyos dolgokat, vagyis a félelem tárgyát is bevonzuk. Hogy ezzel a dologgal mennyire kell foglalkozni, vagy egyáltalán, vagy ez, ez, ez honnan alakul ki, hogy ezeket a dolgokat behozzuk a félelemmel, magát a tárgyat is, vagy csak egyszerűen el kell engedni. Ezek szokások. Tehát szokás szerint, mivel nem tudtunk jobbat, és nem neveltek másképp, és semmiféle más habitus nem hoztunk magunkkal, ha negatív a fókusz, akkor azt teremtjük meg, ha pozitív a fókusz, akkor azt teremtjük meg. És az első mozdulat, így például zenben, az, hogy kivonod az energiát az egészbe. Uh -huh. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Tantien Praxis és Pihentesd a felső három fő csakrát, az pont erről szól hogy ne gondolatokkal akard a gondolatokat megoldani, érzelmekkel az érzelmet, szóbeliséggel a szóbeliséget. Nem ez a megoldás. Mert ettől még a szokásaid nem szüntek meg. Ettől még újra teremted azt, amiről kérdeztél. Tehát az első, hogy megérted, utána visszatérsz a tapasztalással a dualitás elé. És ekkor nincs se pozitív, se negatív, se vonzás, se taszítás. Giorgio Zen mestert idézem, Nem mondjatok semmit telihold előtt, utána is csak egyetlen szót mondjatok. Majd hozzátette, minden nap jó nap. Most egy kis segítség, a telihold az a tudat tudatteliholdja. Mielőtt elérted a felébredést, te ne, te ne szóljál semmit. Ha már elérted, akkor csak egyetlen, egy szót, semmi több. És hogy működik ez a gyakorlatban, amikor már se pozitív, se negatív, se félelem, se remény, minden nap jó nap. Jó? Köszönöm. Ezért kell gyakorolni. Mert ez gyakorlás nélkül nem megy. Gyakorlással viszont igen. Én továbbra se tudok elszakadni a társadalom javító elképzeléseimtől hosszú távon. Ez azt jelenti, hogy ha jól értettem a dolgot, akkor azon kívül, hogy sok gyereket csinálok, és aztán minden gyereket arra nevelek, amit jónak találok, akkor más lehetőségem nincsen, mert hogyha elkezdek valaki tanítani arra, hogy másképp csinálja, akkor már követtem azt a hibát, hogy már erőszakos vagyok, tehát akkor már nem vagyok egy... Még nem vagy erőszakos, de majdnem. Tehát... Nagyon sokféleképpen tudsz segíteni, de először magadon segíts. Tehát a saját karmádra kell még jobban rálátni, egy magasabb tudatszintet kéne elérni. Mindenkinek, nem csak neked, mindenkinek. Azért a családalapításban és ö, nemzetszaporításban azért masszívan benne vagy, és ez egy nagyon gyönyörű folyamat. Ezt végig kell vinni. Tehát ez a három gyerekkel legyen a húsz éves projekt. És itt a rengeteget tudsz tenni, hiszen azok a csöpségek, így fő apuci, és téged hallgatnak, ott te vagy a mester, azon nyomban. És amit megtanítasz nekik, az úgy van egész addig, amíg uh, enem nem kezd az <laughs> ők is, énjük is úgy működni, hogy aztán átmennek egy ilyen ellenállóba. És a társadalmi javítás az lehetséges, szükséges, sokkal inkább csoportalapú, de sokkal kevésbé hatékony. Ezért mondom, tessék, egészséges családokat, megvilágosult gyakorlatot, folytató családokat létrehozni. És ekkor változik megfelelően a társadalom. Te most ne hidd azt, hogy bármiféle társadalmi szervezetet azt mondod. Jó napot kívánok, itt van a darmatanítói laminált kis diplomám. Most én szeretnék maguknak segíteni a zennel. Hm, igen, egy picit várjon. De figyeljetek, van itt valaki. Egy pillanat, és jön két jó indulatú két ajtó szekrény, aki azt mondja, hogy Cser úr, javaslatom van, tehát itt van ez az ajtó, többet ide ne jöjjön be, úgy kell ezt csinálni, hogy téged a szervezeti kultúra immunrendszere ne lökjön ki, mint idegen testet. Ehhez viszont valamennyire hasonlulni kell ahhoz, amit meg szeretnél változtatni. Hát jó étvágyat kívánok! Hát azt szeretném kérdezni, hogy ha valakinek nincs lehetősége egy szangába, egy csoporttal gyakorolni bárhol, mert nincs olyan lehetősége, akkor egyedül érdemes, illetve érdemes, akkor mit, hogy mennyit, hogy ne legyen az egészségtelenség? van -e Lehetséges? El lehetséges, de gondolom, hogy nem mondjuk a déli sark egyik nagyon elszigetelt jégtábláján élsz, ahol mondjuk 1200 km-es csak királypingvinek vannak. Tehát én azt gondolom, hogy kapcsolatban állsz emberekkel. És hogyha te egyedül gyakorolsz, akkor a természetes kapcsolódásai don keresztül előbb-utóbb összeáll egy olyasféle érdeklődő csoport, akik meg akarják tudni, hogy te miért vagy sokkal nyugodtabb, összeszedettebb, Miért látsz rá jobban dolgokra? Miért vagy önzetlenebb? És akkor megkérdezik, hogy hogy csinálod? És akkor kinyitod a meditációs szobád ajtaját, és azt mondod, hogy így. Foglaljatok helyet. Úgyhogy ez lehetséges, amíg az egyéni gyakorlat fázisa tart, addig is, ahogy ezt a jelen állapot mutatja, tarthatod a kapcsolatot a templommal, a tanítóval, a tanítással, a tanítványok közösségével. És ez, ez így működik. Egyéni gyakorlat sosem elszigetelt. A legnagyobb taoista remete és a természetben gyakorolt körül volt véve érzékszerfeszkötött lények százezreivel. Csak egyik se volt humán. Nem is baj néha. De ahhoz, hogy tényleg az emberi karmádat ledörgöld és megtisztítsd, ahhoz más emberekre is szükség van. És ezért fontos a buddhadarma szanga, tanító, tanítás, tanítványi közösség. És az ezzel való kapcsolattartás utána azt eredményezi, hogy a te környezetedben is természetes módon összeáll egy csoport, ha megfelelően gyakorolsz. Ha nem, akkor nem. Tehát, hogy elkezdjük lobogtatni az zen zászlót, biztos, hogy nem áll össze semmi, elrongyolnak, telefon, stb hogy baj van, te figyelj, a szomszédban valami, valami, nagyon furcsa dolog történik. Már, már jó régen kopasz, de még ilyen zajt nem hallottunk. Tehát elkezdtem mantrázni túl hangosan. Jó, nagyon örülök, hogy a nem mozduló beszéd, a nem mozduló völgy és a nem mozduló tudatosság darmáját ma este tapasztaltuk így közösen. Köszönöm mindenkinek azt a gyakorlatot, amit végzünk együtt, és oda odahaza is, akár messze a templomtól, akár földrajzilag közel. Meggyőződésem, hogy mindenféle külső címkézés és egyéb társadalmi szervezés nélkül a gyakorlatunk hasznos. A ha helyesen végzed, a tudatod világosabban távozik innen, mint ahogy idejött, és így megszabadulhatunk a szenvedéstől, és megszabadíthatunk másokat is a szenvedéstől. Csak ebből következik a boldogság, a szeretet és az összes többi olyan pozitív érték, amelyekre mi annyira vágyunk. De hogyha nem tesszük szabaddá -e az utat, akkor nem tudjuk járni. Tehát tegyünk további erőfeszítést, hogy elkotorjuk a karmánkat az útból, hogy közösen meglássuk egymásban a botiszatvát, és ezáltal segítsünk magunkon és az egész világon. Köszönöm a figyelmet!